Aki jól megfigyelte, észrevehette akár a boltokban, akár a hetente megjelenő akciós szórólapokon a kötelező rendelet alapján alacsonyabbá váló árakat. Ennek most nagyon sokan örülnek. Láttam, úgyhogy azt láttam, hogy ki van írva, csak mondom, most nem kellett vásárolni, mert nagyobb bevásárlást azt egyszerre szoktam. Mivel a csökkentés nem vonatkozhat ástoppos termékekre, ezért várhatóan még szélesebb körben találkozhatunk majd olcsóbb élelmiszerekkel a polcokon. Aki pedig rendszeresen nyomon követi az akciókat, mindig tudni fogja éppen melyik terméket érinti ez a döntés. Szoktam, hát jár az újság is, megnézem. A kormány ezzel az újabb eszközzel próbálja az árakat még jobban letörni. Ez a rendelet értelmében az 1 milliárd forintnál nagyobb forgalmat generáló kiskereskedésekre vonatkozik. Meghatározták többek között azt is, hogy a boltoknak milyen módon kell ezt a vásárlók tudtára adni. Már a bejáratnál találkozhatunk az ezt hirdető plakátokkal. A szabályozás keretében az alapvető élelmiszereknek hozzávetőleg 20 kategóriába kell majd besorolódniuk. Ilyen kategória például mondjuk a baromfi hús, a sajt, a kenyér kategória, péksütemény, zöldség, gyümölcs felvágott, tehát nagyjából 20 ilyen hasonló kategóriára kell gondolni. Az érintett kereskedelmi egységeknek valamennyi kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző 30 napban tapasztalt legalacsonyabb árnál legalább 10%-kal olcsóbban kínálni. Jó hír, hogy a sok csapadéknak köszönhetően, és mert nagyobb területen vetettek búzát idén, bőséges és jó minőségű búzára számítanak a termelők. A magas hozam, illetve a kevesebb export miatt felére csökkenő búza értéke már látszódik is a lisztárában. Így bizakodhatunk, hogy nem sokára a kenyeret is jóval olcsóbban vehetjük majd.